Szép jó estét kívánok, hogy a kurak, ez itt a Game Day iroda, azon belül is a South Park The Stick of Truth gameplay. Ehhez méltó lelkesedéssel fogadtuk mi is, amikor megkaptuk ezt a játékot. Ezúttal is nagyon köszönjük a játékterjesztőinek, hogy odaadták nekünk, hogy szétmarcangoljunk. Imi, mióta nézel a South Parkot? Amióta van. Én 13 éve nézem, 13 szezont követek, napra készen figyelemmel, úgyhogy hatalmas rajongói vagyunk a sorozatnak, és ezért nagyon vártuk ezt a játékot. Voltak már South Parkos játékok, szarok voltak, ebben most rendesen beletették az erőt és az energiát, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki ebből. Lehetett a neten látni egy 13 perces előzetest, én azon szénné sírtam magam a röhögéstől, gondolom nagyon sokan láttátok, úgyhogy én pontosan ezt várom ettől. Mintha egy új South Park epizódot néznénk, így csak van. Szerencsére nem 24 percben, hanem majd kiderül, hogy mennyiben. Így van, én pedig szokás szerint cinizmussal olyan szinten élnék, csak hogy a ha humor benne lesz, ez nagyon fontos lesz, de remélem, hogy nem megy át a játék olyan szinten élménybe, hogy nem felejt el játék lenni, ami ugye mostanában egyre több játéknál ilyen, tehát hogy ilyen alternatív felfogású, interaktív élménynél jön ez elő. Oké, játszunk! Isten! Tölts már! De látod az első 13 percét? Nem baj! nem hiszem el, hogy Meston meg Trey Parker leültek egy játékot csinálni, és végig szinkronizálták az egészet. Aki nézi a South Parkot, az pontosan tudja, hogy egy csomó szereplőnek maguk az írók a hangjai. Így van. Yeah! The Stick of Truth new game. Ne felejtsd el azt is, hogy The Stick of Truth. Rengeteget fogunk köpködni. Puna Pictures Convention. Ez kicsit ilyen 80-as évekbeli animáció. Igen. És csak ő néz ki normálisan, mindenki más stilizált. Volt egy ilyen rész, amikor a Kennynek volt valami tripje, tudod, és a... Igen, és a heavy metalnak csinálták meg a paródiáját. Ez kicsit úgy néz ki, volt egy Gyűrűk Ura film, animációs film, ami így nézett ki, pontosan így, és pontosan ilyen szar volt az animációja. Szerintem full erre utal. Nem lehet minket majd komolyan benni az értékelést, hogy South Park! Na, hát akkor csináljuk meg a négerünket. Alap, nem? Spray tan! Ez mennyire az a... Te itt az első képernyőnél elkezdődik a... Jaj, most vagy Wayne Jersey! Japp, nem az leszünk, mert Ivi nem fog levegőt kapni. Négerek! Attól félek, hogy ez ilyen lesz végig. Igen. Az ilyen karakter generáló résznek mindig el kell döntened, hogy te így be akarsz olvadni a történetbe a kinézeted által, vagy full hülyére veszed. A kettő között nincs ennek. Ez a Skyrimnél mégis, összes ilyen karakter előállító, Simsnél, az összes ilyennél, ez egy probléma, hogy most melyik, most akkor nagyon randomok legyünk, vagy olvadjunk be a sztoriba. Igen, én úgy gondolom, hogy ha ilyen nagyon randomot csinálsz, akkor az valahogy így kiesik, vagy nem lehet annyira komolyan venni. Nem tudom te, hogy vagy vele, én ilyenkor nem szoktam azért olyan túlzásokba esni, hogy ilyen zavaró legyen a karakter a játék környezetben. Igen, értem. Tehát, hogy azt mondod, hogy egy zöldhajú punk négerre van szükségem. Ha egy zöldhajú punk négerrel megyünk, akkor az a baj, hogy megvan írva a sztori, és nem fogják megkérdezni, neked miért zöld. Jó. Oké, akkor viszont csináljuk meg a fiatal Al Pacinót. 80-as évek lila ing. Egy erős tűk, nagyon jó. Nagyon király. Scarface. Nem is látom a keretnek a színét. Hát pedig tűkisz lesz, barátom. Nagyon jó. Lencséje pedig egy enyhe narancsága. Remélem, hogy lesz benne a musical. Én az a filmben azt imádtam. Well, I think that's everything. We did it, hun. We really moved in. Let's see how he's doing. Hello. Nagyon jó. Annyira jó, egy ilyen, ez milyen? Ez 95-ös Windows, vagy mi az? Körülbelül. Nagyon jó. A legletisztultabb, egyszerűbb. Semmi. Te csak ne. Próbáljátok beszélni Elton John és Al Pacino fiával. Akkor viszont Elton Pacinónak hívják. Ez a mese. Én irányítom, hát ez beszeres. Én megnéztem egy részét a felvezetőnek, és akkor még nem jött le, hogy
egészen fantasztikus élmény irányítani egy karaktert, mert tényleg annyira úgy néz ki, mint maga a műsor, hogy hát ez az érzés, ez azért átadhatatlan videón keresztül. Miért lehet ilyet csinálni? Annyira király, annyira király benne lenni a műsorban. Pants! You're really gonna go outside with that hair? Igen, igen, te Elton Pacino, ne szóljál be. Quest. Aha. Apa adta a questet, szerzünk barátokat. Itt van a város. Szép nagy azért. Szép ez nagy. Nem kicsi. Semmi? Combo attack! Buggers! Szia! Legyünk barátok, kész! Mission accomplished! Kapok XP-t vajon ezért? Kicsit azért elsőre azért átállatlan ez a menüsor, nem? Nem kicsit. Ott van valami, én ezt el tudom szedni. Ne! Az egy chim Pokémon! Úristen, na erre kiemlékszik, 3. szezon 14. rész? Chim Pokémon van a fán! Add ide! Semmi, adjátok ide! Not nine, not nine. És azért kell tudni angolul. Ez melyik? Ez a szörny? Ez a szőrmúgseg. Úristen, te magyarul nézted. Jó, az elején, oké, az elején megbocsátható. Igen, és milyen lába volt? Patrick Duffy lába volt. Nem. De. Hú, nem emlékszem, nem Tom Cruise volt rá, vagy? Patrick Duffy. Is that Spanish? Why? Mennyire offenzív? Az a baj, látom magam előtt, hogy az összevágva röhögés. Csak röhögés. Röhögés. Igen, ez a Gergő is imjár rontja a poénokat. Yeah! Virág, elvihetjük a Kenny-nek. Oda akarjuk el adni a Kenny-nek. Én nem vagyok benne teljesen biztos. Gyerekek, itt mindent be kell járni, és mindent oda kell menni szerintem. Kicsit ez a point and click hangulat van abszolút. Quest! Aki nem tud angolul, esetleg olvashatja a feliratot. Nagyon jó, hát akkor végre nem New Kid vagyunk, hanem... Greg, legyünk Greg. Nem. Mi nyilvánvalóan Elton John és Al Pacino szerelem gyermeke vagyunk, úgyhogy Al Pacino. Érdekes egyébként, hogy mennyire lokalizálhatatlan ez a humora. Mert azért a zsidózás az a amerikai térfélen teljesen, hát ilyen offenzívnak nem mondható, tehát egy könnyed viccelődésnek számít, itthon nyilvánvalóan nem. És az érdekes, hogy ezt vajon hogy fogják lokalizálni magyarra? Sehogy. Problémamentesek, akkor egyszer csak beleszalnak. Jó szavak voltak. Na melyik legyünk? Értelemszerű. Nyilván Juke leszünk. Mennyire RPG zene. Ez az igazi klasszik. Cartman a legundorítóbb, legönzőbb, leggusztustalanabb embertípus. Így össze, mindenből összegyúrva. Igen. Olyan elemi gonoszság, amit egyszerűen nem lehet nem nézni. Ez az! Power attack! Oké. Sling of the Day nyilván jöhet. Pörgesd meg. Ne! Miért? Akkor engedd el, amikor tényleg elengednéd, amikor így lent látod az opnit. És akkor nem cseszed magad fejbe. Na ez egy olyan dolog, gyerekek, amit a netre kitett első 13 perc alapján nem jósoltam volna, hogy ez nem könnyű. Oké, gyere! Ha! Ennyi van. Szerintem most újra töltődött. És amikor mi voltunk ekkorák, tényleg ilyet játszottunk. Aha, rohadtul. Őrizted a várat, és kommandóztál biciklivel. Megnézzük meg. Gyönyörű. Aha. Oh yeah, Final Fantasy Vision. Na jó, ezt még levigyom, és te jössz. Valaki gyepálja a macskát, ne! Basszus, elfelejtettem, igen, kártöröltek. Hát ezt hozzá kell szokni. Aztán ezzel a játékkal is úgy leszek, hogy így
Oké, okay, van benne harc, lehet harcolni, nem érdekel. Mi a sztori? Na de ez nem egy, nem, ez nem egy kifogás. Az a helyzet, és sokan kritizálják egy csomó ilyen játékot, hogy az interaktív élmény az nem azt jelenti, tudod, ez sok játékra ráhúzzák, hogy nem lehet, hogy nem kell játéknak lennie. De kell mentőautónak is és játéknak is lenniük ezeknek a dolgoknak, tehát ha nincsen kidolgozott mechanika mögötte, akkor a sztori önmagában szükségtelenül játék. Ez itt még abszolút nem áll fönn. Egyelőre jól néz ki a harc, de hát meglátjuk. Na, az díszes társaság. És akkor még Stan and Kyle még sehol nincs. Yes! Második szintűek vagyunk. Stand Strike, vagy lehet továbbfejleszteni a slinget? Tehát úgy néz ki, hogy ez ilyen Warrior Mage cast lesz. Csak történetesen zsidó. Legyünk varázsok, az mindig annyival izgalmasabb, mint simán fegyverezni. Legyen a Sling of David. I've had my problems raising Eric, but somehow he always forgives me. Ez egy beteges kapcsolat. Igen. Fate plus one! Az egy nagyon-nagyon találó rész volt. Rengeteg ilyen pillanat lesz valószínűleg a játékban, amikor azt a részt láttam! Annyira nem tudok kiigazodni még ebben a rendszerben. Nem. Smile. Awesome! Oh, jó, itt az egész South Park összes évada. A Clyde a gonosz ellenfelünk. Sokat tölt. Határozottan egyébként minden küzdelem előtt azért beletöltöget egy kicsit. És nyilván nem a grafika miatt, szerintem elképesztő mennyiségű hanganyag van. Igen, pont erre gondoltam, hogy ez ilyen töménységben lesz információ ebben a játékban a továbbiakban is, és tényleg elég nagy a térkép, akkor full megérthetünk. Yes! Oh! Azaz, yes! Puff. Jaj, Chimbokamon! Aha, és akkor innentől kezdve tudunk fast travel-ölni. True, ez mekkora true ez a film. Aj, ne! Küzdelem! És ketten vagyunk, kíváncsi vagyok. Butters speckó képességeire. Igen. Most azért legalább indokot innen. Final Fantasy-ben, nyomja csak, Final Fantasy-ben ez egy rohadék dolog volt, hogy egyszerűen csak sétálsz az a rét közepén, és biziló. Itt legalább van értelme. És ő közben mobilozik. Úristen, én is vettem. Ne. Bleeding. Na azért ennyi, már ennyi variációt se vártam el a játéktól, úgyhogy full respect, hogy beleraknak ilyen elemeket. Próbáljuk meg még. Dobjuk le az egyiket, azt ott lent. Öt? Aha, jó, dobjuk be a francba. Most, azaz! Jaj, de unom a kleriket. Nagyon unom a kleriket. XP plusz egy. Első benyomás! Go! Ez olyan, mint vártam. A harc nem olyan egyértelmű egyébként szerintem. Mm-hmm. Nagyon rá kell érezni a ritmusára, nagyon ilyen rhythm-based ez a rendszer, de jó. Ahogy mondtam a rész elején is, én azzal szkepticizmusra álltam hozzá a játékhoz, hogy nem lesz kidolgozott a harcrendszere, mert inkább arra megy rá, hogy olyan legyen, mint a sorozat. Olyan, mint a sorozat, és első úgy néz ki is van dolgozva a harcrendszere, úgyhogy én abszolút lelkesedve, boldogan várom a következő epizódot. Yes!